Jó hangulatban munkálkodtak a csapatok Mucsfán a másodízben megrendezett kolbásztöltő fesztiválon. Délután 2-ig lehet leadni a megsült kolbászokat. Itt minden jelentkező csapat kapott 3 kiló darált húst, 1 kiló kenyeret és egy zacskó belet, és mindenki ebből gazdálkodhat. Ezt délután 2 óráig megsülve kell leadni a zsűri elé. A versenyre való nevezés alapfeltétele volt, hogy a csapatban legyen mucsfai tag. A tavalyi győztes, a Bonyhádi Kártyaparti csapata címvédőként hozta magával a Vándorserleget, ami egy több mint 50 éves restaurált hurkatöltő. A versenyzőknek 3 órája volt arra, hogy a lehető legjobb ízű kolbászt tálalják fel a 4-tagú zsűrinek. Valaki jól bevált recepttel érkezett, de akadtak olyanok is, akik szemmérték után adagolták a fűszereket a hazai disznóvágások egyik közkedvelt ételéhez, a kolbászhoz. A szervezők idén egy külön díjjal is készültek, amely elnyeréséhez több feltételnek is meg kellett felelni, tudtuk meg az egyik zsűritaktól. Külső szempontokat is értékelünk, tehát a csapat összhangját, a kreativitást, illetve hogy hogyan díszítették fel az asztalt. A negyedik szempont pedig majd a kolbászoknak az íze lesz. A tavaly hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényre összesen 15 csapat nevezett idén. A több mint fél évszázados restaurált vándordíjért jövőre újra harcba szállhatnak a kolbásztöltők Mucsfán.